Tüntetés vasárnap. A kiskereskedelemben dolgozók azért demonstrálnak, mert nem akarnak a régi feltételek mellett dolgozni vasárnaponként. Biztonsági kockázat. Az illegális migráció veszélye a terrorizmuson túl, hogy a regisztrálatlan határátlépőket szinte lehetetlen elkapni, ha bűncselekményt követnek el. Hulladék kommandó. 3 év alatt duplájára nőtt a felszámolt illegális szemétlerakók mennyisége Nyíregyházán. Tüntetnek a kiskereskedelemben dolgozók vasárnap Budapesten, a Nemzetgazdasági Minisztérium előtt. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Azért demonstrálnak, mert nem akarnak a régi feltételek mellett dolgozni vasárnaponként. Vida Sándor, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének megyei titkára kérdésünkre elmondta, dupla bért kérnek és azt, hogy a dolgozók eldönthessék, akarnak-e dolgozni vasárnap. Jól fogy a felvágott hétköznap ebben a nyíregyházi boltban. Egy évig vasárnap nem nyithattak ki, most újra. Úgy, mint más boltok is. A vásárlók azt mondják, jó, ha minden nap lehet boltba menni, de ők már a hét utolsó napjára nem hagynak vásárolni valót. Én nekem jó a hétköznap, mert én nyugdíjas vagyok, és ilyen ráérő bármikor bevásárolni. Mondjuk kár volt ezt a cécot megcsinálni eddig is, úgyhogy mindegy. Szerintem... Jó volt, hogy nyitva volt sok embernek, hogy nyitva volt vasárnap, de én speciál úgy szoktam, hogy már hétvégére nem hagyok semmit. Tehát én igyekszek pénteken ezt elrendezni, hogy a hétvége azért egy kicsit nyugisabb legyen. Kedden döntött az országgyűlés, hogy visszavonja a vasárnapi boltzáról szóló törvényt. Ez azt jelenti, hogy újra nyitva lehetnek az üzletek vasárnap, ha akarnak. A nyüzsgő nyíregyházi sétáló utca vasárnaponként csendes volt, hiszen itt az üzletek többsége bezárt, ez most megváltozik. A dolgozók többsége ennek annyira nagyon nem örül, hiszen nekik jól jött a szabad vasárnap, de ezt kamerában már nem merték elmondani. Attól tartottak, hogyha vállalják véleményüket, akkor a munkáltató azt fogja mondani, hogy jó, ha vasárnap nem akarsz dolgozni, akkor ne dolgozz hétfőn, kedden, szerdán, sőt egyik nap sem. Illatkozott viszont a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének megyei titkára. Vida Sándor a 35 percimű műsorunk szerdai adásában azt mondta, dupla bért követelnek, és azt, hogy szabadon dönthessenek arról, dolgoznak-e vasárnap. Szeretnénk, hogyha a munkatörvénykönyve úgy változna, hogy 100%-os bérpótlékot fizessenek a vasárnapi munkavégzésre. Aztán követeljük, hogy a munkáltatók adják meg a választási lehetőséget a munkavállalóknak, hogy ők dönthessék el, hogy akarnak-e vasárnap dolgozni, vagy nem szeretnének vasárnap dolgozni. A szakszervezet azt tervezi, hogy vasárnap tüntet a Nemzetgazdasági Minisztérium előtt, és átadja követeléseit a szaktárca illetékesének. Vida Sándor azt nem tudja, hogy a megyéből hányan csatlakoznak a demonstrációhoz, mert még csak most szervezik a küldöttséget. Akár a munkatörvénykönyvének módosítása is szükséges ahhoz, hogy a vasárnap dolgozók anyagilag jól járjanak, mondta az MSZP nyíregyházi tájékoztatóján Csabai Lászlóné, a párt megyei alelnöke. Tukacs István országgyűlési képviselő hozzátette, a kormány megijedt a boltzárral kapcsolatos esetleges népszavazástól, ezért ismét egy átgondolatlan döntést hozott a hét elején. A politikus kiemelte, eddig egy évben 5 napig lehettek nyitva a boltok vasárnap, a dolgozóknak ilyenkor 100%-os bérpótlék járt. Most a kormány úgy döntött, hogy bár minden vasárnap nyitva lehetnek a boltok, de csak 50%-os bérpótlék jár a dolgozóknak, és nem csak a kereskedelemben dolgozóknak, hanem mindenkinek, aki vasárnap dolgozik. Az MSZP 100%-ot javasolt, ezt a kormány többség leszavazta a keddi napon, de úgy gondoljuk, hogy érdekképviseletekkel, vállalkozói csoportokkal, szakszervezetekkel együtt ki fogjuk munkálni azt az elképzelést, ami arról szól, hogy minimum 100% bérpótlékban részesüljenek, akik vasárnap dolgoznak. Beilleszteni a Fidesz népszavazási kezdeményezését az alaptörvénybe a Jobbik, hangsúlyozta nyíregyházi tájékoztatóján a megye egyes számú választókerületének jobbikos elnöke. Lengyel Máté kiemelte, a cél az, hogy az Európai Unió az országgyűlés hozzájárulása nélkül ne írhassa elő külföldiek Magyarországra történő kötelező betelepítését. A politikus szerint a témával kapcsolatban már kevés lenne a népszavazás. A népszavazás felett eljárt az idő, egyrészt azért, mert lassú folyamat, leghamarabb is októberben szavazhatunk a kvóta ellen, másrészt drága, illetve... Hogyha alaptörvény módosításként
jelenik meg a Jobbik javaslata, akkor a népszavazással szemben egy magasabb kategóriát fog jelenteni, és emiatt a Brüsszel kevés eszközzel tud majd ezzel szembe menni. Óriási biztonsági kockázatot jelent az illegális migráció a terrorveszélyen túl is. A regisztrálatlan határátlépőket ugyanis szinte lehetetlen elkapni, ha bármilyen erőszakos vagy egyéb bűncselekményt követnek el. Csak Németországban mintegy 400 ezer embert nem találnak. Erről Böröndi Gábor dandártábornok beszélt a Magyar Honvédség szerepe a migránsválság kezelésében című előadásán Nyíregyházán. A parancsnok szerint a migránsválság legidőszerűbb kérdése, mi lesz az embercsempészek következő útvonala, ezért készülnek a román határzárra. Tavaly szeptemberben csatatérré változott a röszkei határátkelő, a migránsok kövekkel, botokkal dobálóztak, a rendőrök könnygázzal és vízágyúval védték meg a magyar határt. Mindez a jogi határzár második napján történt, Böröndi Gábor dandártábornok szerint ezzel tesztelték a magyar határzárat, ami mögött nagy valószínűséggel embercsempészek álltak. Egy röszke hegyes halom távolságért ugyanis fejenként 1 millió forintot kértek a migránsoktól, ez egy 4 tagú családnál 4 millió forint, a határzár pedig akadályozta az üzletet. A legnagyobb probléma a migrációval, hogy nem tudjuk, hogy kik érkeznek Európába. Nem tudjuk, hogy ki jön Németországba, Magyarországba. A múlt héten Németországba jártam, ott megerősítették, 350 000-400 000 embert nem találnak. Tehát nem az, hogy regisztrálták, menekült táborban van, hanem nem tudják, hogy hol vannak. Miért fontos? Mert ha nincsenek kontrollálva és nem tudják, hogy hol vannak, akkor ez egy bizonyos fajta biztonsági kockázat. Nem csak azért veszélyes az illegális migráció, mert egyesek terrorista cselekményekben működhetnek közre, hanem azért, mert a regisztrálatlan határátlépőket szinte lehetetlen elkapni, ha bármilyen más erőszakos vagy egyéb bűncselekményt követnek el. A dandártábornok szerint a legidőszerűbb kérdés most az, milyen útvonalat választanak a migránsok. Zártuk a szerb határt, horvát határt, Horvátország, Szlovénia szigorított a beléptetésen, Ausztria, az osztrák kancellár elmondta nyíltan, hogy ők nem lesznek Németországnak az ütköző zónája, tehát ott menekültet nem fognak lakatni, regisztrálni és szétosztani, tehát ott nem. És Németország továbbra is befogad, akkor másik irányt választanak. Másik irány logikusan ugye Románia irányába történik. A Magyar Országgyűlés ezért elrendelte a felkészülést a román határzárására, ami 403 kilométer hosszú. Ha a parancs megérkezik, elkezdődik a munka. Ahogy korábban arról beszámoltunk, megkezdődött a kerítésépítés előkészítése a magyar-román határ szabolcsi szakaszán. 16 határmenti településen indult meg a közérdekű kisajátítás, többnyire mezőgazdasági területekből kerítenek le cölöpökkel egy-egy részt ott, ahol majd szükség esetén megépítik a kerítést. Böröndi Gábor elmondása szerint a honvédség felkészült az újabb határzárra és annak biztosítására. Jelenleg 2200 katona teljesít szolgálatot a határok mentén. 3 év alatt duplájára nőtt a felszámolt illegális szemétlerakók mennyisége Nyíregyházán. Míg 2012-ben 140, addig tavaly 280 tonnát szedtek össze a hulladékkommandó tagjai. A legfertőzöttebb területek a bokortanyák, Kisteleki szőlő, a Huszártelep és az Olárét. 50 000 forintos bírságot kap az, akit tetten érnek szemétlerakás közben a közterület felügyelők. Ha nincs meg a szemetelő, akkor nyomoznak, átvizsgálják a hulladékot, hogy kiderítsék, ki rakta le a szemetét. Valaha a szemetet gyűjtötte össze, most maga lett szemét ez a porszívó az Oláréten. Van itt nájlonzsák, pálinkás üveg és PET palack is. Sokan gondolják úgy, hogy nem a lerakóba, hanem az erdő szélére viszik a hulladékot. Minimum 50 000 forintot kockáztat vele a lusta szemetelő, mert ha elkapják, ekkora bírságot kap a közterületfelügyelőktől. Ilyenkor a közterületfelügyelők nem nagyon szoktak mérlegelni, ha valakit itt tetten érnek. Maximális 50 000 forintos bírságot szokták kiszabni a helyszínen, mert ez nem az a fajta szabálytalanság, amikor mérlegelési lehetőségünk lenne, nem kell mérlegelni. A szemetelés, ez egy nálunk az egy főben járó bűnnek tekintjük ezt sajnos.
Térképen mutatjuk, hogy hol raknak le leggyakrabban illegálisan szemetet Nyíregyházán. Ilyen hely Kisteleki szőlő, a Huszár lakótelep, a Keleti lakótelep és Olárét. Emellett a bokortonyák szélén vannak illegális hulladéklerakók. Ha nem tudják tetten érni a szemetelőt, akkor is megkeresik. Ha nincs meg a tettenérés, akkor átvizsgálják a hulladékokat, a személyes iratokat keresve, illetve arra utaló nyomokat, hogy ki helyezhette el a hulladékot. Ezt követően a társaságunk egy hivatalos felszólításban megkeresi az ügyfelet, hogy ezt a jogellenes cselekményét szüntesse meg, tehát ki kell menni a helyszínre, eltakarítja a hulladékot, és nem elég, hogy elviszi onnan, hanem ezt egy mérlegjeggyel igazolnia is kell a társaságunk felé. Jelentősen nőtt az összegyűjtött illegális szemét mennyisége. A grafikonon látszik, hogy mi 2012-ben 140 tonnát, addig 2015-ben a dupláját, 280 tonnát gyűjtöttek össze. A 12 éve működő úgynevezett hulladékkommandó tagjai azt mondják, nem a szemét lett több, hanem a felderítés hatékonyabb. Tavaly 8,5 millió forintot költöttek a takarításra. Baleset történt ma délelőtt Nyíregyházán, a Szarvas utcán. Egy motoros kerékpárral közlekedő elé fordult egy autó, vezetője valószínűleg figyelmetlen volt. A kerékpáros fejsérülést szenvedett, őt a mentők kórházba szállították. Magyarországon az egyik kiemelkedő hiányszakma a géplakatos. A hivatás népszerűsítésére versenyt hirdetett egy nyíregyházi cég. Ma megválasztották a megye legkreatívabb ipari gépészét. Hogy ki lett az, hamarosan megtudhatják, előtte nézzük a híradó további témáit. Benn maradt a Szuperligában a nyíregyházi Teke Klub együttese. Az NTK a 20. fordulóban lejátszott mérkőzésen 6-2-re győzött a Vasasszonyfa csapata ellen. 3 bronzérmet szereztek a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei versenyzők a tollas labda diák olimpia országos döntőjében. Mintegy 3000 tanuló szerződéses diák tanul ma Szabolcs-Szatmár Bereg megyében. A duális képzés egyaránt előnyös a tanulóknak és a vállalkozásoknak is. Magyarországon az egyik kiemelkedő hiányszakma a géplakatos. A hivatás népszerűsítésére versenyt hirdetett egy nyíregyházi cég. Ma megválasztották a megye legkreatívabb ipari gépészét. Munkadarabjaikat készítik a tanulók ebben a nyíregyházi műhelyben. A külső képzőhelyeken fizetésért mesteremberektől sajátíthatják el a szakmát. Erre minden szakképzésben tanuló diáknak lehetősége van. Jelenleg Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kereskedelmi és iparkamarában 2800 élő tanulszerződés van. Ez körülbelül egy olyan 400-450 gyakorlati képzőhelyen történik a tanulóknak a képzése. A vállalkozói részéről azért éri ez meg, hiszen a költségek, amit a tanulóképzésre fordítanak, elszámolhatóak, illetve visszaírhatóak, a tanulók részéről pedig tanulszerződéses díjazásban részesülnek. Ennél a nyíregyházi cégnél 6 tanuló szerződéses diák dolgozik. Képzésük gyakorlati részét itt biztosítják a tanulóknak. Most egy versenyen, valamint nyílt napon keresztül próbálták népszerűsíteni a géplakatos szakmát. Ipari tanulókkal kezdtünk foglalkozni másfél-két évvel ezelőtt. Aztán nagyon megörültünk ennek, mert hisz a mi szakembereink is főként ipari gépész, géplakatos szakmájúak, és kellene bővítenünk a létszámot. És éppen ezért örültünk neki, hogy sikerült a tanulókkal együtt dolgoznunk, hiszen belőlük van rá lehetőségünk, illetve látunk is benne fantáziát. A megméretetésre összesen 8 diák jelentkezett, 2 nyíregyházi és egy kisvárdai intézményből. Készült itt gyertyatartó, dobókocka és használati tárgyak is. A győztes versenyző egy mézpergető eszközt készített. Onnan jött az ötlet, hogy otthon mélyekkel foglalkozunk, és szoktunk pergetni, és így ezért csináltam egy pergetőt, mézpergetőt, makettet. A hiányszakma népszerűsítése mellett fontos feladat a fiatalok helyben tartása is, hogy jövőjüket Szabolcs-Szatmár Bereg megyében képzeljék el. Erről Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke beszélt a díjátadón. Valóban nagyon fontos az, hogy a diákok számára legyenek olyan lehetőségek, ahol úgymond visszajelzéseket kapnak afelől, hogy az ő szakmaiságuk, az ő szakmai munkájuk az megfelelő, vagy esetleg egy magas szintet képvisel. És már ugye önkormányzatnak alapvető célja az, hogy azokat a kiművelt emberfőket, akik itt Szabolcs-Szatmár Bereg megyében tanulnak, mindenképpen tartsuk is itt. Az alelnök hozzátette, az önkormányzat a jövőben is támogat majd minden hasonló kezdeményezést.
Bennmaradt a Szuperligában a Nyíregyházi Teke Klub együttese. Az NTK a 20. fordulóban lejátszott mérkőzésen 6-2-re győzött a Vasasszonyfa csapata ellen, így matematikailag is biztossá vált, hogy szlovenszkijék ősszel negyedik szezonjukat kezdhetik meg a legmagasabb osztályban. A Vasasszonyfát idegenben legyőzték a nyíregyházi tekézők, akik így bízhattak abban, hogy hazai környezetben az újonc ellen matematikailag is bebiztosíthatják a bennmaradást. Az első sorban Szlovenszky Tibor mellé ezúttal Hakker Dezsőt nevezte a házigazda, remélve, hogy 2-0-ás kezdéssel indíthatják a mérkőzést. Utóbbi játékos 4 fával alulmaradt riválisával szemben, így nem szerzett csapatpontot, a legrutinosabb nyíregyházi játékos viszont 626 fát ütve hozta a kötelezőt. Az utóbbi időben jobb formában voltam, tehát mindig benne van a játékomban a 600-as eredmény. Az, hogy most ez 626 vagy 600, az akkor dől el, tehát az az a napi teljesítmény alapján. A középső sorban Ráski János jó utolsó dobásainak köszönhetően megszerezte a csapatpontot, Mogyorósi Péter viszont nem bírt ellenfelével, így a döntés az utolsó körre maradt. Pastura Zsolti a élet egyik legjobb, hanem a legjobb teljesítményét nyújtotta most ezen a mérkőzésen, főleg az utolsó pályán egy 160-as eredmény gurított, és ezzel nagy meglepetésre legyőzte a válogatott kerettagsággal bíró Molnárpalit, úgyhogy ez nagyon fontos pontszerzés volt, míg mellette nekem is jól sikerült a kezdés, azonban én is gödörbe kerültem, és majdnem ott libegtünk, hogy el fog menni a mérkőzés, azonban mivel Zsoltinak az utolsó szettjébe sikerült maga javára fordítani azt a párharcot is, utána már csak stúzpoén volt az, hogy nekem is az utolsó pályán egy fával sikerült győznöm, és így alakulhatott ki, hogy 6-2 arányban diadalmoskodni tudtunk. A nyíregyházi csapat győzelmével meghosszabbította a szuperligás tagságát. A bajnokság vége előtt 2 fordulóval már az is biztos, hogy a Szeged megvédte elsőségét. A jelenleg 9. helyen álló NTK-ra, míg a Ferencváros elleni idegenbeli és az erőműese elleni hazai mérkőzés vár a szezonban. 3 bronzérmet szereztek a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei versenyzők a tollas labda diákolimpia országos döntőjében. A Szegeden megrendezett fináléban a 2. korcsoportban Veronyák Roland, a 4. korcsoportban pedig Vince Gyöngyvér és Kulcsár Levente állhatott fel a dobogó 3. fokára. A szegedi sportcsarnokban rendezték meg a tollaslabda diákolimpia országos döntőjét, amelyen 6 korcsoportban több mint 400 fiatal lépett pályára. Szabolcs-Szatmár Bereg megyét 20-an többségében nyíregyházi versenyzők képviselték, de Nagyhalászból és Ófehértóról is kvalifikálták magukat játékosok a fináléba. A megyei küldöttség végül 3 bronzéremmel tért haza a Tisza partjáról. A Zeg Zoltán általános iskolából Veronyák Roland a 2. korcsoportos fiúk közül szerzett érmet, a Kodály Zoltán általános iskolából Vince Gyöngyvér szerzett bronzérmet, és Kulcsár Levente pedig az Apácaiból. A 4. korcsoportban érmet szerző Vince Gyöngyvér nem volt teljesen elégedett a Szegeden elért eredményével. 3. lettem, de az első helyre is esélyes voltam, de sajnos elrontottam egy meccset. Hogy lehet elrontani egy meccset? Hát nem tudtam odafigyelni, nagyon elborult az agyam, ideges voltam. A 2. korcsoportos Veronyák Roland a bronzérem ellenére is csalódott volt egy kicsit a versenyt követően. 3. lettem, szerettem volna első lenni. Nagyon szoros mérkőzésbe kaptam ki. Mióta tollashozol és mi a legjobb eredményed eddig? 4 éve tollashozok a Zeg Zoltánba kezdtem, és a legjobb helyem az első. A Jakab Péterni és Gönci André által felkészített gyerekek a következő hetekben egyesületi színekben a korosztályos országos bajnokságokon lépnek pályára. Az elmúlt hétvégén rendezett U15-ös versenyen Simon Balázs bronzérmes lett, a Simon Jékisoma páros pedig ezüstérmet szerzett. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer néhány mondatban. Tüntetnek a kiskereskedelemben dolgozók vasárnap Budapesten a Nemzetgazdasági Minisztérium előtt. Azért demonstrálnak, mert nem akarnak a régi feltételek mellett dolgozni vasárnaponként. Vida Sándor, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének megyei titkára kérdésünkre elmondta, dupla bért kérnek, és azt, hogy a dolgozók eldönthessék, akarnak-e dolgozni vasárnap. Óriási biztonsági kockázatot jelent az illegális migráció a terror veszélyen túl is. A regisztrálatlan határátlépőket ugyanis szinte lehetetlen elkapni, ha bármilyen erőszakos vagy egyéb bűncselekményt követnek el. A migráns válság legidőszerűbb kérdése, mi lesz az embercsempészek következő útvonala, ezért készülnek a román határzárra. 3 évvel a duplájára nőtt a felszámolt illegális szemétlerakók mennyisége Nyíregyházán. Míg 2012-ben 140, addig tavaly 280 tonnát szedtek össze a hulladék kommandó tagjai. A legfertőzöttebb területek a bokortanyák, Kisteleki szőlő, a Huszártelep és az Olárét.
50 ezer forintos bírságot kap az, akit tetten érnek szemétlerakás közben a közterület felügyelők. A Kölcsei Televízió iradóját látták április 14-én csütörtökön. Friss hírekkel holnap este is jelentkezünk, addig is további hírekért böngészék honlapunkat. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk, kisebb esővel. A hidegfronti hatás gyorsan megszűnik, a hétvégén melegedés várható. Éjjel az éjszaka első feléig gyakran lesz erősen felhős az ég, és több helyen számíthatunk záporok, néhol zivatar kialakulására. Majd az éjszaka második felében jelentősen csökken a felhőzet, egyre nagyobb területen kiderül az égbolt. Az élénk időszakosan erős északnyugati szél jelentősen mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 5 és 9 fok között alakul. Holnap napközben a nagyobb részt napos délelőttöt követően egyre több fátyolfelhő sodródik a régió fölé, emellett gomoly felhők is képződnek, de számottevő csapadék nem valószínű. A délnyugatira forduló szél időnként megélénkül, délutánra 17 fokig emelkedik a hőmérséklet, hideg fronti hatás van térségünkben. A hétvégén az erős délnyugati szél ellenére ismét koranyáriasan meleg idő köszönt be. A jövő hét elején változik meg időjárásunk, amikor egy hideg front vonul át felettünk sok felhővel, de csak kevés helyen várható átmeneti csapadék. A front mögött a hét közepén ismét nagyrészt csapadékmentes időre, a változó felhőzet mellett több órás napsütésre és átlagosnak megfelelő hőmérsékletű időre számíthatunk. Tibor napja jó időt jósol, amennyiben ekkor már szép zöld a vetés. Ezen a napon szólal meg a kakukk is. Ha Tibor napján virágos a cseresznyefa, virágos lészen a szőlő is. Így szól a mai naphoz kapcsolódó népi megfigyelés.